végigjárjuk a szenvedés útját, és végigjárjuk a szeretet útját is, és közben minden egyes A Minorita templom előtt gyülekeztek idén a hívek, hogy végigmenjenek az Egedhegyi keresztúton. Az első stáció elmérkedései után a menet énekelve indult el az Eged irányába, hogy közösen Jézus Krisztus szenvedésére és halálára emlékezzenek. A keresztút lelkivezetője Fülecki István káplán volt, aki először vett részt a menetben. Végig járjuk Krisztusnak az értem és értünk vállalt szenvedését. Azt a szenvedést, ahogyan látjuk, hogy Jézust értem halálra ítélik, Jézust értem megostorozzák, tövisre koronázzák, háromszor elesik, és mindezt tudatosítom újra és újra szenvedés útja, amit értem vállal Jézus. Hozzátette, mindenkinek van keresztje, melyet az élet útján kell végigcipelnie. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak az egriek vettek részt a keresztúton. A Miskolcra érkező Szabó István úgy fogalmazott, ő a közösségi élményért indult el a menetben. Nem vagyok egyedül, és nagyon szeretem ezt, hogy egyszerűen nem érezhetem magam egyedül, mert mindenki itt van mellettem, itt vagyunk Jézus mellett. És ez nagyon fel tud engem tölteni. Az Egedhegyre tartó menet résztvevői 14 keresztúti állomást érintve 6 kilométert tettek meg, majd a hegy tetejére megérkezve a keresztövében virágokat és köveket helyeztek el. A keresztút végigjárását idén is a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezte. A Fiú és a Szentlélek.